ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, amire reggel szétszed. Thank you.
ők tehát a Punky Dance Club, és amit érdemes róluk elmondani, mert most szándékosan nem foglalom el a színpadot, csak itt vagyok mellette, hogy ez a bizonyos táncklub 3 éve alakult a római katolikus egyházközségen belül. Kezdetben csak egy jótékonysági bál erejéig locsoló bájukra készültek a húsvéti időben, majd később belső igényé vált, hogy többször is találkozzanak. Azóta már másik 2 bálon adhatták elő a produkciójukat, jelenleg a táncokat Hadovásné Magocsarita tanítja, aki Nyíregyházáról jár ki a csoporthoz. Jár neki a tánc. Tánc? A taps! A tánc is! Azt majd ők folytatják. Aztán pedig fontos dolog, hogy látható, hogy egyenpóló van a táncosokon. Az egyenpóló logó tervezője és grafikai elkészítője pedig Bilec László, neki is jár a taps. És bizony az idei bálóta már többször is kaptak fellépéseket, felkéréseket különböző rendezvényekre. A tánccsoport összetartó ereje pedig találni időt közösségben vidám és értékes idő eltöltésére. Az elsődleges céljuk pont az, hogy legyen egy hely és idő arra, hogy a napi terhek nyomasztó érzését letehessék, és töltődhessenek a zene, a tánc, vidám és fiatalos emberek társaságában. Az idők eltöltésének pedig az eredménye egy megtanult tánc, nyugodtabb lélek, felfrissült test, hát lehet meríteni az ötleteket, ők tehát a Punky Dance Club.